Nyírbátorban ez a körforgalom már elkészült, amely a biztonságos közlekedést segíti. A városban egyébként egy másik körforgalom is hamarosan elkészül. Az Édesanyák úti és a Császári úti körforgalom is része az idei országos közútfelújítási programnak. Állami finanszírozásból 7 projekt valósul meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több útszakaszon. Mint ismert, az idén adták át az Újfehértó-Nagykálló összekötő út 13 kilométeres szakaszát, mutatja a megyei térképen Csapó László igazgató, aki felsorolta azokat a terhelt forgalmú főutakat, amelyek új burkolatot kaptak idén. A 491-es másodrendű főút, amely Máté-Szalka-Debrecen főútvonal, Nyírmihályi és a megyehatár közötti szakasza, valamint Nyírbogát és Nyírbátor közötti szakasza. Ezek már elkészültek. Itt egy 3 kilométeres útszakaszon két rétegű útburkolat megerősítés történt. A 471-es másodrendű főúton szintén átadták a Nyírbátor-Nyírbogát közötti külterületi szakaszt, ahol 6 méterről 7,5 méterre szélesítették az utat. Nyírbátor belterületén aszfaltoztak, ezen kívül lecserélték a közúti jelzőtáblákat, új szalagkorlátokat helyeztek ki és a burkolati jeleket tartósra festették. Vannak folyamatban lévő építkezések is. Körforgalom épül a 4-es számú főúton Kisvárda és Döge külterületi szakaszán. Ennek műszaki átadását szeptemberre tervezik. Ami még hátra van, és valószínű áthúzódó projektként fogjuk tudni csak kezelni, az a 381-es számú Sátoraljaújhely-Kisvárda főútnak a Kisvárda-Kékcse közötti szakasza. A külterületi szakasz épül folyamatosan, a belterületi szakaszon egy szennyvízcsatornázás építése miatt át kell, hogy toljuk a következő év 2017 júniusáig a befejezési határidőt. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tervei alapján 2016-ban az országos közúthálózaton olyan főutak felújítása történt meg, ahol nyomvájúk és felületi egyenetlenségek voltak a nagy autós forgalom miatt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében útfelújításokra összesen 5,4 milliárd forintot költött az állam.